De, de még egyszer, az fontos szerintem megérteni, hogy az biztos, hogy mind a kettő természetesen fogva úgy van kitalálva, hogy lehetőleg alkalmasabb legyen arra a feladatra, amit, amit neki szánt az atya. Szóval természetes lenne egy, Szerintem az a viselkedés, amit ma tanúsít egy férfi vagy egy nő úgy általában a világban, az egy aberráció sokkal inkább, mint az, ami le van írva. Szóval ahhoz kell az emberek az elmét megerőszakolni, hogy azt csinálja, ami, ami folyik a világban. És hogyha, ha nem. én, én úgy hiszem, hogy minden nőben meglenne az a hajlam, az a hajlandóság, hogy, hogy a megfelelő férfival összeállva alázatos legyen, engedelmes, meg házias, meg gyerekszerető, meg mind, azok. Talán az a probléma, hogy olyan nehéz találni egy olyat, hogy olyan férfit, akivel ezt meg lehet csinálni. És aztán, ugye, mi, mekkora az esély, hogy pont ez a kettő egymásra talál, ahol, az egyik olyan, mint és a másik is, és még akarják is csinálni. Mert egy dolgot érdemes mindenkinek megjegyezni, aki házasságban él, vagy szeret, az pedig a következő. A, csak akkor lehet, ha, ha elfogadjuk azt, hogy a férfi a vezető, mint ahogy azt csak el kell fogadnunk, de akkor azt meg kell érteni mindenkinek, hogy az nem olyan egyszerű, mint ahogy az gondolják, hogy majd én megmondom, hogy mi lesz, és akkor az lesz a pont az kész. Uh, és amit mondtál azzal kapcsolatban, hogy a kedvébe jár, meg megzako, azt azokat az eseteket, amikor akarnék a kedvében járni, azt kellene pont a vezetőnek azon a feladata, hogy azon felül emelkedjen azon, amikor azt akarom csinálni, ami neki jó, csak azért, hogy legyen csend, vagy neki jó legyen, vagy egyetértés legyen, vagy harmónia legyen. Mert ha amúgy is egyetértünk, és közösen meghoztunk egy döntést, akkor te, akkor nincs szükség vezetőre, akkor lehet egy 50-50 partner kapcsolat, az kész, menjünk együtt, ezt megszavazzuk. De, de pont az a lényege. És, és azt akarom kihozni belőle, hogy lehet, hogy azért nem is tud olyan lenni a legtöbb nő, mert a legtöbb férfi nem olyan. Szóval, ha nincs ki után menni, akkor nagyon, akkor nem tudok olyan lenni, mint amilyennek ennek le elengedelmes legyek, meg alázatos, mikor nincs valaki, aki azt mondja, hogy nézd, ez már pedig így lesz, az kész. Ha törik, ha szakad, ha akármi lesz. Én vállalom a felelősséget, menjünk, azt csináljuk. És akkor tudná azt mondani, hogy á, jó, itt úgy lehet mit csinálj, szóval akkor megyek. De mivel ez hiányzik, mint ahogy Ádám esetében se volt az, hogy nézd, hagyd ezt a kígyót, menjünk innen el, te csak csináljad azt, amit mondott, ott nem eszünk, azt lát. Azt mondta, hogy ezt csinálj, szóval mit is bandázol ezzel? Érthető, de nem ez volt, hanem ott volt valamit ott csinált, azt így, mint a legtöbb férfi van ma, hogy á, jó, én majd még várok, meg, 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 akkor nyugalom lesz, meg, meg ami annyira nem fontos, meg ilyenek. Mikor, miközben pont az lenne a lényeg, hogy lenne valaki, aki után lehet menni. Szóval én nem hibázatom a nőket, a férfiakat se, de, de ma az lehetetlen szinte. Lehetetlen találni egyiket vagy másikat, ami alkalmas erre, mert nem úgy nőnek fel, hogy, hogy ezt akár valaha is lá látná ezt a mintát, vagy, vagy a filmekben látná ott, és mindig valakik az anyja halott, az apja megerőszakolják, akkor a, nevelő nevelőszülei nevelik, meg a, minden film erről szól. Hogy egy normális családmodell sincs, mindenhol azon, hogy ilyen szeretve testvérek, meg mit tudom én, mik utcán növe, nevelkedik, meg, meg ilyenek. Szóval ha az a minta előttem, akkor, akkor nagyon nehéz. Persze ez nem senkinek a hibája, ez csak ilyen a világ, de pont ez a lényeg, hogy ebből ki lehetne jönni, de ne gondolja senki azt, hogy, hogy ő automatikusan jó fér, azt a majd meg, most ez lesz, mert én azt mondtam. Ez nem, nem erről szól. A, 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 nem az, hogy valaki vezetője, az nem arról szól, hogy majd én megmondom, azt ezt csináljuk. Hanem utána vállalni kell a felelősséget azért. Az érdekes az, hogy én elég sokat lá figyelem a videókat, meg nézem ezt az egészet. A legtöbb nő most is azt szeretné, hogyha a férfinak lenne egy egzisztenciája, munkája, jövdelme. Úgy értem, hogy nagyon ritka az, hogy valaki azt hallja egy nőtől, hogy én szeretnék egy ilyen senkiházit, aki észik, meg, meg számítógépes ját játékot játszik egész életébe, és én fogom majd eltartani. Ez, 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 a legritkább esetben, és ezt még úgy is, hogy nem ismeri senki a világot tudja, hogy egy nő nem erre vágyik, nem? Jó, akkor én elfogadom azt, hogy nekem olyannak kell lenni, mint tradicionálisan egy férfinak. Képesnek kell lenni eltartani azt, hogy ő dolgozni, rend, a családért megszakadni, meg meghalni, meg minden. Ellenben ő nem olyan, mint amilyen a tradicionálisan elképzelt nő, hanem a modern változat annak. Szóval a férfi megmaradt. Az elvárás a férfival szemben nagyjából konstansnak a történelem során. Dolgozzon, szakadjon, megtartsa el a családot, legyen az az első. A nő ellenben megváltozott. Ő már nem csinálja a házi munkát, aki már nem kell ezzel foglalkozni, hanem megy a karrierét építi, erős, független, önálló, és ő, ő egy társvezetője ennek az egésznek. Szóval talán itt a különbség, hogy persze elnői esedett a férfi, de ahhoz, hogy elfogadja ezt a viselkedését a nőnek, ahhoz kell egy ilyen férfi, mert egy normális úgy fog azt mondani, hogy jó, oké, akkor én olyan leszek, mint régen kellett volna lennem, te meg majd ez az új verzió leszel, az itt fogunk küzdeni egész idő alatt. Szóval talán ez a. Az egyik, ami ilyen ö, furcsaság az egészbe. De nyilván ez sokat kell figyelni. De azt hiszem, hogy ebbe egyet tudunk érteni, hogy ez nagyjából így van. Én tisztában vagyok azzal, hogy vannak kivételek, hogy minden, minden oldalon vannak kivételek, meg ezek extrém esetek talán, amik itt vannak. De ez a The Guardians, úgyhogy ez egy elég híres ö, média, mint egy újság, ez online, vagy, vagy nyomtatott. És, ö, de, de készítenek ők videókat is, szóval egy interjúkat készítettek ezek a, ezzel az öt nővel. Most nem tudom, hogy mind az öt benne van, mert persze én ezt összevágtam, de akit érdekel, az megnézheti az eredetét. És ez egy dolog, ami... Ez csak egy. Szóval csak képzelj el mindenki a világot, hogy mennyi ilyen készülhet egy nap. Ez csak egy darab, amit, amit ez a korosztály fog megnézni, aki szerepel ebben a videóban. És ők úgy vélekednek... A, arról, hogy mi a, egy nő feladata, vagy funkció, vagy célja a világban, ahogyan ők. Szóval a nők csak a legjobbat akarják maguknak. Ez az ő álláspontja, ahogy, ahogyan ő vélekedik a világban. A, és aki ismeri őt, ez egy kongresszusi képviselő, Alexandria Ocasio Cortez, az amerikai Egyesült Államokban, és van egy úgynevezett Green New Deal, ami a New Deal-nek a, ez a környezetvédelem által eltorzított új verziója, és ő annak a képviselője, és akkor ő ezt nyilatkozza. Előre tekerem, hogy szóval a gyerekek élete az nagyon nehéz lesz. És a fiatal emberek, azok megkérdőjelezik ezt az egészet. És ez jogos, ez a kérdés. You know, so is okay hogy ez, ez normális, hogy még én nekem mindig legyenek gyerekeim? Érthető? Az, az előző az a Guardian volt, ez ez, de ez csak kettő, ebből végtelen van. Szóval ezek a hazugságok, amik megfertőzik az embereknek az elmét, azok ide vezetnek, hogy, hogy az, az, az rendben van-e, hogy nekem gyerekem van. Miközben tudjuk, hogy mi az atya elvárása, vagy milyennek kéne lenni egy nőnek, vajon az, vagy egy férfinak. Arra kéne törekedni, hogy csak a, a legjobbat akarja magamnak? Ő valaha erről beszélt, hogy honnan jönnek ezek a gondolatok? Nem csak, hogy pénzügyileg, Ugye 10-30-40 ezer dolláros ö, diákhitellel fejezik be a felsőoktatást, ez Amerikában egy probléma. Szóval mindezek oda vezetnek, hogy nem érdemes. Hogy egyáltalán kell nekem gyerek? Hogyha ennyi adóságom van, akarok élni egy nagyszerű életet, túlnépesedés van, klímaváltozás, egyáltalán az helyes-e, hogy én gyereket akarok? Nem tudja megengedni magunk. És van egy alapvető erkölcsi kérdés, dilemma. Hogy lehet a -e gyerekem? Érthető? -e? Ez történik, ez van a világban. Én erre utaltam, amikor azt mondtam, hogy van egy programozás, ami arra irányul, hogy tönkre tegye a, a, nők gondolkodását. Meg a férfiakét is persze. And És hogyha nincs is gyereked, vannak gyerekek itt a Földön, akikről gondoskodnunk kell. És ezeket a műsorokat általában ő, nőkre irányítják. A férfiakat elintézi a pornó, meg a játékipar, azokkal nagyon sokat nem kell foglalkozni. De, ez a, de, 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 de ugyanaz a hazugság, ami a kertbe ment, az a nőkre irányul. Ez az például. Akkor azt mondta, hogy biztos azt mondta, hogy ne egyél a fáról, most meg azt mondja, hogy ez erkölcsös egyáltalán, hogy neked gyereked lesz, vagy érted, hogy túlnépesedés van, ez, ez, ez egy erkölcsi dilemma, vagy, vagy miért nem azt akarod, ami a legjobb neked? Ugye azt mondja, hogy a világ úgy tekint a gyermektelen nőkre a lehető legrosszabb fénybe, ami abszolút nem igaz. Hisz az az erős független Amerika kapitány. Own... <laughs> szóval, most már nincsen szükség arra, hogy a nő gyereket szüljön, hanem mi úgy gondoljuk, hogy a saját boldogságunk a legfontosabb. A modern nő. Szóval a mi boldogságunk és a mi lelki békénk az sokkal fontosabb. We have been called és önzőnek hívnak. Narcisztikus. Just... Kind of hát az ezt jelenti mellesleg. Az, aki narcisztikus, csak magával foglalkozik. Szóval nem furcsa, hanem az a gondolkodásmód, amit ő reprezentál ott, az az, hogy csak az én boldogságom a legfontosabb, én vagyok a legfontosabb az élet. All, csak a legjobbat akarjuk magunknak. Szóval so, van egy munkatársa, akinek gyereke született, és mindenki gratulált neki, meg ott örültek, ő meg csak egyszerűen ült a gép előtt, azt tovább pöcsök rajta. Like like Persze, mert ő neki maga a legfontosabb. Szóval mit érdekli őt egy gyerek, vagy, vagy az, hogy valaki megházasodik? Szóval ő arról beszél, hogy ha gyerekem lesz, akkor ez egy egész napos program, örökké mindig tanár, és akkor mondta, hogy ott rájött, hogy, hogy ha gyerekem lesz, akkor nekem egész nap azzal kell foglalkozni folyamatosan. És ez volt az első pillanat, amikor a mag elültette benne, hogy lehet, hogy ez nem is neki való, hogy ha ez azzal jár, hogy egész nap ezzel kell foglalkozni. Mm -hmm. Szóval ő tudta egyből, hogy, hogy ez a gyerekvállalás az nem neki való, mert úgy belül érezte, hogy ilyen betegnek érezte magát a gondolattól. Ez olyan volt, ez a gondolat, mint egy alagult, amelyik nagyon sötét volt, és így a vége összezáródott a sötétségben. Szóval maga az, hogy gyereket vállalt. Hogy én nem gondolom azt, hogy én egy szívtelen ember vagyok. You... Ezt ez, ez csak ismételtem meg ezt a, a jelenetet, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a saját boldogságunkhoz fontosabb. Old, és ugye a kérdés az, hogy mit fogsz csinálni, amikor öreg leszel, meg, meg öregszel és egyedül maradsz. <laughs> azt, amit csak akarok, ami nem igaz. Úgy értem, hogy én 40 vagyok, már most nem azt csinálok, amit akarok, amikor 20 éves vagyok. Nem arról, arról nem beszél, hogy mikor 50, 60, 70 leszek. Se azt csinálok, amit akarok, hanem azt, amit tudok. Nyilván. Én ezt érdekesek tartottam, hogy azt mondja, hogy hogy a szülei már nem helyezik a nyomást rá, hogy legyen gyereke, de a nagyszülei még igen. És ez csak demonstrálja azt, hogy hogy változott meg a, a generációk során. Mert ő egy elég fiatal, 25 volt, azt hiszem, szóval még nem is fiatal, 15 éve. Úgyhogy az ő szülei lehetnek olyasmi, mint én, vagy egy kicsit idősebb. Szóval az már egy ilyen agymosott generációnak, az már nem érdekli. De a nagyszüleit még igen. És a tradíció ott még akkor az volt, hogy összeházasodsz valakivel, aki ezt ehhez a hithez tartozik, és akkor azt a, azt, azt a, tradíciót tudod továbbvinni. De ha nem születik gyereked, akkor nem tudod továbbvinni. Like, from, like, me, but... És értem én, hogy mi, mit akar mondani, és hogy a legjobbat akarja nekem. Day, saying, decision, és de a végén mindig az úgy fejezem be, hogy ez az én életem, és ez az én döntésem. Amiről szó volt korábban, hogy erős független, ő a főnök, ő mondja meg, hogy mi van. És nem érdekli semmi más, és senki más. Csak a saját boldogsága. És én nem azt mondom, hogy minden nő ilyen. Ugyanannyi nő ilyen, mint férfi. Csak a legjobbat akarjuk magunknak. Szóval azt mondja nekik a szüleinek, hogy ő a 30, 40 már lassan, és így nem is tudja, és ezt mondogatja 35 éves korától kezdve. Ami igaz is. Szóval már kiöregedett abból a korból, magyarán szóval. És az, fontos volt, hogy találjuk valaki olyat, akit én érdeklek, és miattam van velem. Szóval minden a forog, hogy mi az, amit én akarok, mi az, ami nekem jó, mi az, amit én szeretnék, és az én saját boldogságom. <coughs> és, és magamért szeressen, ne pedig azért, amit én tudok tenni érte, vagy te Miközben erről szólna a házasság, nem, hogy két ember együtt dolgozik, és azt fogom kiválasztani, legalábbis az okos, akiről látom, hogy alkalmas arra a szerepre, és majd hasznos lesz abban a kapcsolatban. Nem azt, aki magát fogja nézni a tükörbe egész nap, meg arról a gondolkozni, hogy hova megyünk nyaralni majd. Mert azzal nem tudok építeni semmit. Szóval azt mondja, hogy fönn van a Tinderen, ami itt a legrosszabb társkeresők egyike lehet, és látja ott, hogy a férfiaknak oda az van írva, hogy ő családot szeretne alapítani, és azt mondja, hogy ez a legrosszabb, amit odaírhatsz. Szóval csak álljon meg mindenki, azt gondolkozzon egy pillanatra el azon a mentalitáson, hogy akkor vajon mi az, ami jó szerinte. Szóval ha nem azt akarja, hogy családot alapítani valakivel, akkor mi az, amire vágyik vajon, és az hogy lehet összeegyeztetni az írásokkal. Persze, még egyszer, ez csak egy videó, szóval ez nem azt jelenti, hogy mindenki ilyen, de szerintem meghökkentő néha. És ez minden nő azonnal elfordít tőled, és elrohanna tőle. I mean, hey. Legábbis ahogy én látom. Own... Really talent, like <laughs> szóval nagyon nehéz manapság <coughs> New Yorkban randizni, és három-négynél többre nem megyek, azt hiszem ezt csak nem, nem direkt, hanem azért, mert egyszerűen nem jön be. És ugye a családalapítás az nem, az, hogy ő nem akar család, az nem egy probléma még a De érti mindenki, amiről szó van? Hogy, hogy három-négy randinál nem megy el többre, és hogy nehéz, de ennek ellenére nem azt választja egyik se, hogy, hogy lenyugodni valakivel, hogy családot alapítani, hanem benne lenni ebbe az egész borzasztó dolog. Szóval van egy kapcsolat, ahol már egy összeköltöztek és akkor megbeszélték azt, hogy egyik se akar gyereket. És a amit mondtál az előbb, azt mondja, hogy ő szerint, szerintem ő csak egy beleegyezett abba, amit én már amúgy is eldöntöttem. Mert én vagyok az, aki eldöntöm, hogy mit csinálok a saját testemmel. Szóval ezek a, ezek a független dolgok, meg ezek az abszurdumok, amik, amik így a világban, ezek megfertőzik az ember az emberek agyát, és így saját magukévá teszik ezt a gondolkodásmódot, és azt hiszik, hogy ők találták ki, közben meg csak annyiszor hallották, mint ebből a forrásból is például. Csak a legjobbat akarjuk magunk. Csak, hogy rengeteg más dolog van, ami egy nőt nővé tesz. Ugye arról beszél, hogy a gondoskodás és a nevelés például. Csak azt mondjam, értem, hogy ha valakinek nincs gyerek, akkor mi az, amit gondoz, meg mi az, amit felnevel. Szóval, ho-ho-ho. Ami... Tanítani imádok. És a tradícióknak a továbbadását. Csak ezeket mindet nem tudja megcsinálni, úgyha nincs gyereke. Csak egy tanár, mint ami ő. De a, a, ha nincs gyerek, akkor se nem tudja felnevelni, se nem tud gondoskodni róla, se nem tudja tanítani, se nem tudja a tradíciókat továbbadni. Csak valaki más gyerekének. De annak majd az őszülei tovább vagy. <coughs> és ez mind azok a dolgok, amik egy, egy nőt nővé tesznek. És ezért gondolom, hogy van egyfajta ilyen kognitív diszonancia az a fejükbe, hogy tudják ők, hogy mi a tradicionálisan egy nő feladata, és nem azt csinálják, és mégis azt mondja, hogy az az, amit ő ő csinál. És nem kell, hogy legyen egy gyerekem ahhoz, hogy én ezt csináljam. Miért nem lehetnek a nők függetlenek? És miért nem lehetnek ezek a karrierek nekik? És ezek a szenvedélyeik? amelyeket nem ö, zavar meg ez a külső felelősség, ami egy gyerekkel jár. Karrier, szenvedélyem, meg ezek a dolgok. Amik hiába valóságok végül is. Mert ez munka, meg, meg ilyen hobbi, meg ilyen időtöltések. Ami elmúlik idővel. Azt mondja, hogy van valami, ami fenyegető egy nőben, aki nem akar gyereket. És boldogan egyedülálló. És valami problematikus az, hogyha egy nő meghozza a döntéseket egy nagyon magabiztos módon. Ahelyett, hogy követni ezt a forgatókönyvet. Mindjárt a végén elmondom, hogy mi a tanulság ennek az egésznek. És azok, akiknek nincs gyereke, azok nem... Ö Követik ezt a forgatókönyvet. De ezt a forgatókönyvet ő volt az, aki felállította a kezdet kezdetén? Hogy elhagyja a férfi az atyát és az anyját, és, a kettő, és talál egy feleséget, és a kettő lesz egy test, és abból lesznek gyerekek, és kész. Ez az ő forgatókönyve. Szóval, amikor ő arról beszél, hogy elhagyja a forgatókönyvet, az jahuáj. És nincs egy forma módja az, hogy az ember egy nő legyen. Szóval, ez volt az, amit meg akartam mutatni, csak nem akartam az időt húzni akkor. És én, én, én tudom, hogy ez nem így van ö, mindenkivel, mint ahogy sem egy csoportba se tartozik bele mindenki. De amit érdemes megérteni, az az, hogy ha valaki erről nem tud, hogy ez így van, akkor van egy világ kint, ami erre tanítja az embereket. Ami erre fogja tanítani mindenkinek a gyerekét, őt magát, hogyha túl sokat van benne. Erre tanítja a film, a zene, a, 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 ezek a, az interjúk, amiket csinálnak, ezt nem azért csinálják, hogy segítsenek a nőknek, azokat, amiket felolvastam ma az élőadás során, se azért van, hogy segítsen. Az mind-mind boldogtalanná teszi az embert. Az egyetlen boldogság, amit tudna találni magának egy nő az, hogyha talál egy férfit, aki járja ezt az, az utat, összeházasodnak, és jóban, rosszban együtt vannak, és építenek valami nagyszerűt, amihez szükségesek a gyerekek. És ennyi, ez lenne a megoldás erre. Szóval ne hagyja senki magát félrevezetni ezek által mert nagyszerűen hangzik mind. De tényleg. De a hazugság az, amin alapszik. Ugyanaz a hazugság, ami itt van. Ugyanazt hazudja most is. Nincs egyféle mód, hogy te nő legyél, csak keresd a saját boldogságodat, nem kell gyerek, nem kell semmi. Üldözd a karriert, majd azt csinálsz a végén, amit akarsz. Még ezben ez nem így van. Úgyhogy ne dőljön be senki a hazugságnak.